Hello, hello, sziasztok! Mi az újság? Vasárnap este. Leülepedett ma a sonka a hasatokba? Remélem igen. Mai videóban egy mikrofont fogok próbálni szerkeszteni, sisakba valót, fülhallgatókból. Remélem sikerül is majd, majd kiderül. Na, átálljuk szépen a kamerát. Nem volna kény, ha valamit nem ejtenék le, az biztos. Elsősorban szükségünk van egy fülhallgatóra, ami működik. Fülhallgató részében lecsippentjük. Így, a fölösleges helyet foglal a sisakba, sőt még be se lehet rakni. Na, hogy lássuk. Kicsit megégessük a védőit. Lehúzzuk. Próbáljuk az ujjunkat nem megégetni. Jó. Két szálas drót megy. Így a széthúzzuk. Szennyek zárlatot már ne csináljunk. Ugyanúgy a másiknál is. Jó forrulni. Vigyázni kell, hogy hogyan bánunk vele. És akkor most be is dugjuk a telefonunkba. Jó, fülhallgatót felismerte. Legyünk, hogy hangfelvevő. És akkor csinálunk és kipróbáljuk. 1, 1, 2, 3, 4, 4, próba, próba, megy, 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 működik, működik, ha, ha, ha. Vissza is hallgassuk. Halljuk. 1, 1, 2, 3, 4, 4, próba, próba, megy, 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 működik, működik. Hát akkor már működik is. Az tökéletes. Megnézzük a hosszát, hogy így áttörjük majd alul. Tehát nagyjából pár centi hossz. Így, ne? Mind a kettőt megrövidítjük. És akkor egy picit megint megégetjük a végét. Próbáljuk az ujjunkat nem szétsütni. Lényeg az, hogy a drótok szárnyait külön válasszuk. És akkor kapunk így két-két szálat. Most erről tudni kell, hogy az egyik levédett, a másik nem. Ha nem levédettet, úgy szintén óvatosan elcsippantjuk. És ne. Elcsippantottuk mondjuk a szigetelőszalagot. Megpróbáljuk megtalálni a végét valahol. És akkor egy kis darabot rátekerjük.
Szépen. Meg is van. Elveszünk egy kis kést, mivel én csak kis késekkel szeretek dolgozni. Nem baszkódunk, de ez nem azt jelenti, hogy éles is. De az ujjamat természetesen azt mindig meg tudom vágni, ha a profi vagyok. Így, a másikat is. Nem a másik ujjamat, a másik kábelt szigetőjük el. És szigetelve. És most a mikrofon része, ahogy van, meg kell nézni, van egy pár luk elő. Tehát ott a mikrofon, mink kontra irányba megtörjük a kábelokat. Ilyen szépen legyen megtörve. Nem aggat semmi. És akkor a fő kábelhez oda szigeteljük majd. És ez ilyen nagy kankújakkal elég érdekes. Én ezt ilyen nagy újú embereknek, mint én, ezt már extrém sportnak nevezni. És még rá is tekerhetjük erre, hogy a mikrofonra, csak óvatosan, arra ügyelve, hogy a lukacskák azért szabadon maradjanak. Még lényegében azt kell tudni, hogy minél több szigetelő szalagot teszünk rá, annál így ilyen stabilabb lesz az egész, tehát jobban fog állni a sisakba. Csinálunk majd így szépen egy képet. És most, mivel szerintem azért ez mindenféle összvisz hangot összeszenne, előkerül egy ilyen timpla kis mosogató pamacs szivacs, ki hogy akarja. Ezt meg is szabdaljuk. Csak az asszony meg ne tudja. Mert jaj, nekem. Az íróasztalomat nem szeretnéd megsérteni. Óvatosan elvágjuk. Kisebb-nagyobbra kinek mi, hogy feláll meg. És most valamivel át kéne szúrni, így jön a grillvilla. Azt szerintem majd megteszi. És akkor most kontra felőn. Majd átpróbáljuk gyömeszölni, csak meg nagyobb bújjuk a lukkat. És akkor
megpróbáljuk átjömeszölni. Kerem nagyobb lyukat kell majd rácsinálni. Megpróbáljuk meg nagyobb lyukat. Remélhetőleg most már elég nagy, hogy átférjen. Kicsit pipka munka, de ez van, nem unatkozunk, így van. Elég nem nagyobb lyukat kellett volna csinálni még, de hát, ha így sikerül rágyömöszölni, akkor stabilabban fog állni. És azért félrekőt enni. Nem játékszer. Pedig én mindig azokkal játszok. Nem sikerült arról ráhúzni, tehát kipróbáljunk a másik felére. Lényeg, hogy nem kell feladni. Lehet próbálkozni, míg van szivacsunk. És vágunk egy másikat. Betennénk, az körülbelül így néz neki. Most itt is lehetne a szivacsot vágni. Minden, de mink azt nem csináljuk. Maradunk a régi taktikánál, csak most kicsit megnyugtsuk. Átszórjuk. Rajta. Szeretjük, ha bővül, jobban át fog férni, lehetőleg. Vagy elrontjuk és újra vágjuk. És úgy is valahogy majd csak sikerülni fog.
tehát lényegében rajta van. Most hozunk egy ollót. Szükségünk. Kicsit formázzuk is. Lehet szívecskét is formálni belőle, ki mit akar. Ki hogy szereti, megtapogatjuk a végé. Tapogatjuk, kábel a kalu. Na, és akkor kapunk egy ilyen gombockát. Kipróbáljuk újra, hogy működik-e vagy sem. Majd lássuk. Fájlok. Próbáljuk. És működik, ahogy látjátok, még mindig működik, tehát akkor nem is olyan rossz. Na, mindjárt meg is hallgatjuk. Megállítva. Melyik újs az? Megpróbáljuk az utolsó. Ez nem, másik. Imádom, ha egy terv sikerül. És most jön a sityak. Ez a kicsit több napfényre lesz azért szükségem. Napfény. Éjszakának idei napfény. Ilyet még hol látott az ember? Na, majd mindjárt folytatjuk. És itt is vagyunk újból. Közben elemet kellett cserélni a kamerába. No, folytassuk, ahol abba hagytuk. Tehát leválasszuk szépen a sisak belsejét, nem az egészet, csak így az arcvédőt is szépen áthúzzuk. Én mondjuk rá így teszem, hogy mindjárt a védő mellett legyen. Le is lehetne különben ragasztani, de hát én azt nem teszem, mert kibe szeretném venni. Csak most a belső pofavédőt vissza is kell rakni. Rakattam majd, akkor jó. Nézzük, hol is van. Megvan. Van még jócskán, hála Istennek. Nem rontották el az összerakását. No. Még az ember eltrefeli, hogy hova megy, kifárad. Tehát vissza be is raktuk, és az valahogy így néz ki ebben a pamacsal. Hátul meghagyjuk a kábelt, hogy a kabát belső zsebibe bele lehessen tenni a telefont, és ki is próbáljuk mindjárt. Átállítjuk vinni. Mindjárt próbál. Na, erre kíváncsi vagyok, hogy milyen hangot fog fölvenni. Lesz-e még susogás? Na most matrozás közben biztos, hogy lesz. Na, hagyd próbáljuk ki. Susogás az egyenlőre minimális. Hangot remélem, hogy jó veszi. Úgyhogy mindjárt majd meg is halljuk, hogy
mit is csináltunk, megjelenik a videót. Gondolom ez az első lesz. Fufatás az egyenlőre minimális, hangot remélem, hogy jó veszi. Úgyhogy mindjárt majd meg is halljuk, hogy mit is csináltunk. Én imádom, ha egyszer sikerül. Remélem, hogy tetszett a videó és hasznosnak találják az egyszeri motoros kollégák, akik nem akarnak egy csomó pénzt kiadni ilyen kezelékre. Köszönöm, hogy néztétek. Sziasztok!